Talán sokan emlékeznek még a Kispál és a Borz zenekar egyik albumának címére, amely utalva arra, hogy ők honnan indultak, a Pécsi Szál címet kapta. És az egyik ilyen Pécsi Szál az Győrben ért össze. Jakabos Zsuzsanna olimpikon úszó és Iványi Dalma kosárlabdázó legenda Győrben találkoztak újra, mindkettőjük karrierje Pécsről indult. Zsú már 7 éve győri, úgyhogy egy különleges idegenvezetéssel mutatta be a várost a kosaras legendának. Sportoló karrierjében nem csak egy klubváltás lehet meghatározó, hanem ezzel együtt az is, hogy az új környezettel ki hogyan barátkozik meg, miként tudja felvenni egy város ritmusát és illeszkedik be oda. Jakabos Zsuzsanna olimpikon, Európa-bajnok úszó már évek óta Győrben él, és vallja győrinek magát, a kosárlabdázó Iványi Dalma pedig még csak most ismerkedik a várossal, ő nyáron vállalt edzői munkát Győrben. Közös kettőjükben, hogy életük nagy része Pécshez kötötte őket, ma pedig a Folyók városa az otthonuk, Dalmának Zsú tartott egyedi idegenvezetést a belvárosban és környékén. Igazából azt mindig tudtam, hogy egy szép város Győr, tudtam, hogy főleg ez a belvárosi része szép, aminek nagyon örülök, hogy nem kell új neveket megtanulnunk, ugye Széchenyi tér, Király utca, itt is megvannak a hasonló elnevezések. Igazából itt pont Zsúval is arról beszéltünk, hogy mennyire közel van és mennyire egy helyen van minden, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök, és én azt gondolom, hogy rengeteget fogunk a családommal is sétálni itt a belvárosi részen. És amikor elgondolkodtál rajta, hogy milyen helyeket kellene megmutatni Győrből, akkor a kedvenc helyek is benne voltak, vagy valaki ezt kitalálta nektek, ezt az egész koncepciót? Hát ugye elindultunk valahonnan ott az egyetem környékéről, és egészen átsétáltunk a városházáig, úgyhogy itt azért nagyon sok mindent láttunk, de vannak olyan részek, amiket még megmutatnék, mindenképpen az uszodát, oda érdemes elmenni, mert egy nagyon jó hangulatú kis hely, illetve hát folyópartok azok is szerintem egy picit kimaradtak, úgyhogy biztos, hogy van még újdonság, amit meg lehet mutatni. A ti megérkezésetek Győrbe az egy legendás sztori, ugye? Neked nem volt senki, aki bemutassa Győrt, és mi is volt ez? Melyik városrészt láttad először? Hát a Kossuth utca, oda lyukadtunk ki. Ugye az uszoda akkor még nem volt, tehát egy évig mi úgy éltünk, hogy nem volt ez az uszoda, az aquasportközpont, és a mellette lévő kis zöld füves területen lyukadtunk ki először, amikor idejöttünk, úgyhogy az a rész akkor annyira nem volt kecsegtető, de aztán rájöttünk, hogy ez egy őres, fantasztikus hely. Hogyha kellene mondani mondjuk egy hármas top listát, hogy Győrben melyik a kedvenc helyed, vagy mik a kedvenc helyed, akkor mi az, ami beférne oda, vagy legalábbis a legkedvesebbek közé? Hát nem tudom, ez nehéz. Szunyogsziget, az biztos, az nagyon fantasztikus hely. Nyilván mi Pinyéd részén vagyunk, úgyhogy azt is én nagyon kedvelem, és hát azt szerintem a belváros az is a top 3-ba benne van, mert szeretem azt, hogy lehet kis köröket, nagyobb köröket tenni, el lehet úgymond veszni a kis utcákban, nagyon hangulatosak, egyébként azokat sem láttuk még, úgyhogy mindenképpen ez lenne. Ti ismertétek egyébként korábban egymást, mert oké, hogy a Pécsi Szál az így bekerült a képbe, de hogy találkoztatok-e már például Pécsen? Találkozni találkoztunk, illetve én azt gondolom, hogy mindig is tudtunk egymásról, egymás munkásságáról, sikereiről, de ugye pont itt azért beszéltük Zsúval, hogy ő is évente kétszer jut le Pécsre, tehát találkozni nagyon ritkán, néha pont az ottani séták alatt is csak összeintegettünk vagy köszöntünk, úgyhogy szerintem ennyi időt még nem töltöttünk együtt, mint most, de nagyon-nagyon jó volt, mert én azt gondolom, és nem azért mondom, mert most a tévének ezt kell mondani, nagyon jól elbeszélgettünk, és nagyon jó érzés az, hogy tényleg egy városból indulva, most itt egy új városba van úgymond egy ismerős, és van, akire majd lehet esetleg támaszkodni, tanácsokat kérni, meg szurkolni egymásnak. Korábban ugye játszottál több helyen szerte a világban. Mik voltak azok a
jellemzők, ami alapján te mondjuk megkedvelsz egy várost? Mi az, ami neked fontos egy városban? Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak az emberek is, tehát azok a benyomások, hogy milyen emberek vannak ott. Ugye életvitel szinten azért alapvetően inkább csak Pécsen éltem, illetve még az egyetem alatt Amerikában, tehát az emberek nagyon fontosak, és a hangulata a városnak. Én egy kicsit ilyen régi módi emberke vagyok, tehát nekem nagyon sokat számít az, hogyha vannak úgymond ilyen öregebb, stílusosabb olyan épületek, mint amit itt is, hogyha körbenézünk. Látszik, hogy van hangulata, van történelme. Most itt Győrbe nagyon tetszik, és új számomra ugye a sok folyó, a sok víz, a vízpart. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket emelném ki, de elsősorban az a hangulat, ami egyből megfogja az embert egy új városba. Ha az egy pozitív benyomás, akkor én azt gondolom, hogy onnantól kezdve már rendben van, és itt nekem Győrben nagyon-nagyon pozitív élményeim vannak eddig. Zsú, hogyha te visszamennél Pécsre, akkor kellene neked újra idegenvezetés, vagy azért még emlékszel az ottani dolgokra, akár sétálva, akár pedig vezetve autóba? Nem vagyok büszke rá, de én minden egyes alkalommal GPS-szel közlekedek Pécset. Ennek az is az oka, hogy 20 éves koromig éltem ott, és nekem akkor még nem volt jogosítványom, tehát engem a szüleim segítettek, hurcoltak ide-oda, illetve hogy hát nagyon az uszoda, az iskola és az otthonom között ingáztam, és amiatt vannak újdonságok Pécset, amiket időről időre felfedezek. Aztán, hát ugye mivel, hogy kétszer megyek le egy évben, az nem túl sok idő, hogy megtanuljam és megegyezzem. Van ugye olyan dolog, ami még egyelőre nem egyezik kettőtökben, az, hogy te már hosszú távon tervezel Győrben, itt éltek, akkor ez gyakorlatilag nem változik. Ez a tervez mikor fogalmazódott meg ugye fejedben, a fejetekben, hogy oké, akkor mi itt maradunk? 2013. októberében érkeztünk, ugye most lesz ez a hetedik évünk, és körülbelül 3 éve végül is felújítottuk azt a házat, amit előtte béreltünk, vagy lehet, hogy ez most már 4 éve volt, amikor megvettük, úgyhogy tulajdonképpen szerintem az volt egy olyan pont, amikor már azt lehetett mondani, hogy tényleg úgy gondoljuk, hogy jól érezzük magunkat itt, és nem szeretnénk innen elmenni. De ma neked mi kellene ahhoz, hogy eljuss ideig, ami Zsú utolsó mondata volt, hogy nem szeretnék innen elmenni? Nem tudom, biztos nagyon jó élmények. Én azt gondolom, hogy Zsúék valószínű azért döntöttek így, mert nagyon-nagyon jó élményeik voltak, kaptak itt a várostól. Azt meg kell, hogy mondjam, hogy alapvetően nem vagyok egy vándormadár típus, ugye 18 évig Pécset éltem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha jó tapasztalataink lesznek, gyerekeknek is jó lesz a beilleszkedés, ugye nekem is jól fog menni a munka a csapatnál, akkor én azt gondolom, hogy mindenféleképpen hosszú távra tervezünk. Sportban azért nehéz megmondani azt, hogy mennyire hosszú az a hosszú, de én mindenre nyitott vagyok.